te használsz filtereket, amikor fotózol? Nekem elég nagy problémát okozott az elmúlt években, hogy a legtöbbet használt objektívemet nem nagyon tudtam filterezni. Miután ez hatalmas hátrányt jelent, ha valaki profi szinten szeretne fotózni, ezért az új rendszeremet már úgy építettem föl, hogy minden filterezhető legyen. És ebben a videóban ezt az új, univerzális, bármilyen fényképezőgéppel és gyártóval kompatibilis rendszert fogom neked bemutatni. Te elkezdted már az ingyenes fotós tanfolyamomat? Ha nem, link a videó alatti leírásban. Előjáróban érdemes annyit megemlítenem, hogy a gyártó semmilyen formában nem támogatja ezt a videót, és a saját pénzemen vásároltam ezt a rendszert. Több mint egy hónapja tesztelem, és már mindenféle szituációban kipróbáltam, legalábbis azokban, ami számomra fontos. Eddigi tapasztalataimat szeretném veled megosztani ebben a videóban. Arra gondoltam, hogy nem csak egy unalmas tesztet készítek, hanem gyertek, kísérjetek el az egyik helyszínre, készítsünk el együtt egy fotót, adok pár jó tippet a számatokra, és utána részletesen beszélünk még erről a filterrendszerről. Árpival, aki a helyet mutatta nekem, első dolgunk az volt, hogy elkezdtünk fölmászni a sziklákra, bejárni a területet, megkeresni a tökéletes kompozíciót. Ugyan kevesen ismerik ezt a helyszínt, valószínűleg elég eldugott kis vízesés, akkor is érdemes szerintem mindig egy egyedi, igazán különleges fotót készíteni róla, amit valószínűleg még nem csináltak meg ezeren előtte. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, ha fotózol, hogy a fotós látásmódodat ki kell alakítanod. A videó elején említett ingyenes fotós tanfolyam 9. leckéje pontosan ezt is tanítja meg neked, de csináltam már erről videót itt a YouTube-on is, amit most be is linkelek neked a jobb felső sarokba. Íme az első pró tippem neked. Hogyha egy ilyen helyszínen vagy, és csak könnyedén föl tudod dobni az állványt és elkészíteni a képedet, akkor valószínűleg nem a legjobb és legérdekesebb kompozíciót találtad meg. Mert onnan bárki le tudja fotózni, szóval menj közel a földhöz, menj közel a vízhez, kúsz, mász, ülj be a sárba, és akkor valószínűleg lesz egy igazán egyedi fényképet. Ezt most a videó lehet, hogy nem adja vissza, de egy kicsit, sőt, elég rendesen alul exponálom a helyszínt. Azért, hogy ugye a vízünk ne égjen ki. És ez egy tök jó fényképezőgép, ez egy Sony AEC, nem baj, hogy alul exponálom, gyönyörű szépen vissza tudom hozni majd a sötét részeket, de hogyha neked egy olcsó fényképezőgéped van, mindig csinálj egy ilyet, és mindig csinálj egy olyat, ahol világosabb a kép, megvannak az árnyékos részek, és kettő képből mondjuk ólózd össze a helyszínt, sokkal-sokkal szebb, zajmentesebb lesz a végeredmény. Az én beállításaim most ehhez a fényképhez, fél másodperc, F11, és hogy mennyi téved az automatika, az expozíció eltolás az -2,7. Tehát a fényképezőgép ugye A-módban van, ami az ugye a rekeszérték prioritás, és szerinte ez baromi-baromi világosnak kellene lennie, szóval szerinte ez a helyes beállítás, de egyértelműen látszik, hogy minden kiég, szóval nyilvánvalóan nem ez a helyes beállítás, -2,7-ig kell lemenni ahhoz, hogy ez a kép ez jól nézzen ki, hogy a csúcsfényeink jók legyenek. És íme az első fotó, amit a helyszínen készítettem, azonnal rá is jöttem, hogy kell rá egy ember, különben nem látszik, hogy mekkorák ezek a sziklák. Szóval visszamentük, és elkészült ez a fotó. Ezúttal is szeretném megköszönni Rolinak, amiért fölmászott arra a sziklára, és drónozott nekem, illetve Árpinak, hogy végig videózott, és egyáltalán megmutatta nekem ezt az elképesztően szuper helyet. Ha tehetitek, nézzetek fel az ő Insta oldalaikra is. Egy bölcs magyar mondás szerint a puding próbálja az evés, és ha ki akarsz próbálni egy filtert, hogy jó-e, akkor igazából... Hey, szomszéd. Szóval, ha ki akarsz próbálni egy filtert, hogy jó-e, akkor igazából két dolog az, amire én jellemzően kíváncsi vagyok. Az egyik az az, hogy mennyire változtatja meg a színeit a fotónak, a másik pedig az, hogy mennyire romlik a kép minősége. Szóval, hogyha van egy tök jó minőségű objektíved, lásd mondjuk nekem itt van ez a Sony 24-105-ös, tűéles képe van, szuper jó. És hogyha ráteszek egy olcsó, béna filtert az elejére, akkor ez a kép minőség valószínűleg romlani fog. Ez széles látószögnél kevésbé fog amúgy kijönni, mint hogyha föltekered teljesen a zoomot, mert akkor az apróbb egyenletlenségei, nehéz szó, az apró egyenletlenségei az üvegnek is ki fognak jönni, szóval ha
Használj egy zoom objektívet, arra dob fel a filtert, és nézd meg, hogy változnak-e a színek, és mennyit romlik a képminőség. Nézzük is meg a tesztképeket, Photoshopban vagyunk, és az összes képet ide behoztam. Amit fontos tudni, hogy mindegyiket pontosan ugyanúgy szerkesztettem, meg ugyanaz a fehér egyensúly, minden ugyanaz, RAW-ban fotóztam, minimális szerkesztést kaptak. Szóval nézzük is meg. Ez, amin nincs filter, a következő pedig, amin csak polár szűrő volt. Itt van egy enyhe sárgás, meleg színbe átütő színi elváltozás. Polár szűrőnél nem annyira igazságos azért a színek változását nézni teljes mértékben, mert hát azért használunk polár szűrőt, hogy a fényvisszaverődéseket leszedjük, hogy a színek szaturáltabbak, szebbek legyenek. Ez a sárgás beütés, ez nem feltétlenül 100%-ig normális, de minimális, és mindjárt meglátjátok, hogy abszolút észrevehetetlen, de mindjárt megmondom azt is, hogy hogyan. Aztán nézzük meg a következőt, ez az ND64. Ha megnézzük, itt viszont szinte semmi eltérés, egy enyhén átmegy kékes színbe, de alig észrevehető, ez abszolút a jó kategóriának számít szerintem. Nézzük meg, hogyha beteszünk egy ND-t is és egy polárt is egyben, az viszont már érezhető különbség, tehát itt láthatjuk, hogy erősen átmegy ilyen melegebb, meg lilásabb irányba a dolog, úgyhogy itt már van egy érezhetőbb színi eltolódás, de hogyha te RAW-ban fotózol és a RAW-t megszerkeszted, hogyha megnézzük, ez ugyanaz a kép. Minden ugyanúgy szerkesztve, annyi, hogy a fehér egyensúlyt egy kicsit máshogy állítottam be, használtam ezt egy kis pipettát, oda nyomtam a felhőre, és ha megnézzük, így már szinte semmi különbség a színeket tekintve. Most nézzük meg, hogy a minőségét tekintve mennyire romlik le. Szóval bezumolok ide a fatörzsekre 200%-ra, és ha megnézitek, itt megint csak a nincs filterem vagyunk, azon rétegen, szóval láthatjuk, hogy milyen minőség filterek nélkül ez a kép. És hogyha földobom a polár szűrőt, akkor láthatjuk, hogy szinte semmi változás, minőségbeli romlás az nem, vagy alig látható, úgyhogy ez eddig szuper. Nézzük az ND64-et. A hasonló a szituáció, itt egy picit erősebb romlást látok, de hozzáteszem 200%-os nagyításban vagyunk, és alig észrevehető a különbség. Valami 0,8 másodperces záridővel készült, szóval még az is lehet, hogy csak szeles napunk van egy kicsit, szóval az játszott csak be. Nézzük meg a polárt és az ND-t egyben, kb. Ugyanaz, én nem látok nagyon nagy romlást, tényleg elhanyagolható, vagy sem ekkora. Se nem nagyon romlik a kép, se nem nagyon színeződik el, legalábbis nem olyan mértékben, amit mi nem tudnánk javítani észrevehetetlenül, úgyhogy abszolút piros pont. És mi van a dobozban? Játék, szóval ez maga a doboz, ami egy tök prémium, ilyen mágneses sztori. Ugye a gyártó az a KNF Concept, és ez a Square Filter System Pro. Ez a csomag, amit én vettem, a következőket tartalmazva. Van egy ilyen minden nyitó-záró alkalmatosság, ez gondolom csak ajándék volt. És akkor 4 darab szűkítő gyűrű, 67, 72, 77, és 82 mm-es. Van benne maga ugye a filter tartó rendszer, amit ugye az előbb kipróbáltunk, és akkor a filterek. Van benne egy polár szűrő, egy ND8, egy ND64, és egy ND1000. Hopp, ez fordítva van. Puty. Szóval ND1000. Ja, és persze a doboz, amiben tartjuk az egészet. Még egy érdekesség, ha a csajozás nem akkora prioritás fotózás közben, akkor ez elég praktikus lehet, hogy ide az övedre felrakható ez a kis doboz, kinyitod, kihúzod, és gyakorlatilag kiveszed belőle azt, nem mondom, hogy egyszerű, de kiveszed belőle azt, amivel éppen fotózni szeretnél. Szerintem maga ez. Egy-két előny, hátrány még kiemelnék. Az egyik az a kis keret, amiben beleteszik ezeket a filtereket. Ez baromi jó, nem fogdosod össze az üveget, és a lejtett kevés kisebb eséllyel törik össze. Szóval szerintem ez egy hatalmas nagy előny. Elméletileg, ha vannak másik fajta ilyen 100x100 mm-es filterjeid, akkor ilyen keretet lehet rávenni valahogy, ezt ki lehet belőle szedni, és bele lehet tenni másikat. Szóval akár a meglévő rendszeredet is ki tudod egészíteni ezzel, vagy használni ezzel a tartóval. Szóval ez mindenféleképpen baromi nagy előny, meg elméletileg valamilyen szinten karc, meg víz, meg cunami álló, meg mit tudom én, szóval strapabíró, ez mindenképpen előny.
Az is előny, hogy tök jó ez a doboz, tök jó, hogy fel tudom rakni az övemre, vagy hogy így egyszerre tök rendezetten egy helyen van. Amit viszont negatívként kiemelnék itt, hogy egy picit nagy, nyilván ez ennek a keretnek is köszönhető, ami ugye itt van a filtereken, de egy picit nagy, az én táskámba éppen belefér, de már egy kicsit kidudorodik, szóval ha kisebb táskád van, akkor lehet egy picit nagyobb szívás ezt így magaddal hordozgatni, de egy ilyen rendszer általában nagy, szóval ez így, azt mondom, hogy belefér nekem, de láttam már kisebb rendszert is, de összességében akkor is ez győzött nekem. Ár, érték és egyéb pozitívumait tekintve nálam ez volt a bajnok, ezért vettem ezt. Ha te is a fotózás szerelmese vagy, csak úgy, mint én, akkor egy ilyen filterrendszer valószínűleg jó befektetés lehet neked. Az ára körülbelül 100 000 forint volt, de ez attól függ, hogy éppen hogy áll a magyar forint. És ez még kimondottan olcsónak mondható szerintem. Talán igaz lehet az a mondás, hogy tanítsd meg a gyermekedet fotózni, és nem lesz pénzed drogra. A videó alatt találsz egy affiliate linket, amire kattintva megnézheted ezt a filter rendszert, és megvásárolhatod te magad is, amivel engem is támogatsz, de neked nem lesz ettől drágább. Ha még nem kezdted volna el az ingyenes fotós tanfolyamomat, akkor tedd meg, a fizetős tanfolyamokban pedig minden tudásomat átadom, hogy a lehető leggyorsabban, a legnagyobbat fejlődj. A fotók, amiket pedig most látsz, mind ezzel a filterrendszerrel készült az elmúlt egy hónapban itt Ausztriában. Hamarosan utazunk tovább Ázsiába, remélem ott is velünk tartasz majd, ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le az ott készült videókról sem. Addig is végig napot és szép fényeket!